Ninfák, Júdának leányai, még virágok s rózsatők között az ábra illat árad. A külvárosban tartózkodjatok, s ne illessétek küszöbünket. A lelkem drágája, óra esd el magad, s tekinteted vesd a hegyekre, és róla mit se szólj, hanem nézd annak társait, ki távol szigetekre költözik. A magasrendű állapotba emelt jegyes lélek küzd az érzéki rész ellenőrizhetetlen indulatai ellen, melyeket a város kültelkein tanyázó júdeai nimfák jelképeznek. Figyelmét szerelmesére fordítja, kinek tekintete a szeretet és a kegyelem ajándéka jegyese számára. A zsidók díszes imaleple, a talit, az imának való átadottságot jelképezi. A távoli hegy három színe a teológiai erényekre utal. Fehér a hit, zöld a remény, és lángpiros a szeretet. A tenger kékje ihleti a lélekben a távoli szigetekre való távozás gondolatát. A jegyes lélek látva, hogy szerelmesen magasabb szellemi részbe helyezte őt, és gazdag értékes ajándékokkal halmozta el, azt szeretné, hogy mindezek örökké a birtokában legyen. Felmérte ugyanis, hogy érzékies része ezt jócskán akadályozhatja, vagy megzavarhatja. A lélek ezért azt kéri, hogy ezek az alsóbrendű indulatok csendesedjenek le. Ne lépjék túl megszabott területüket. Ne zaklassák, ne nyugtalanítsák felsőbbrendű szellemi részét. A legkisebb indulattal se háborítsák szellemi részének édes örömét. Maradjanak a városon kívül. Ezek a kültelki területek, vagyis a képzelőerő és az emlékezet összegyűjtve tárolják azokat a képeket, amelyek által az érzékies rész a vágyakat mutatja. A város viszont a lélek belsejét szellemi részét jelenti, ahol az Istennel való bensőséges kapcsolat képessége található. Az ebből születő tettek ellentétesek az érzékies rész cselekedeteivel. A lélek tehát megmutatva mi zavarja, kifejezi vágyát, hogy az érzékies rész zaklatásainak egyszer s mindenkorra legyen vége. Szemét jegyeséhez emeli, tudván, hogy ő mindent megtehet, s így kérdeli. Szerelmem, jegyesem, maradj meg a lélek mélyén, közöld magad a rejtekben, mutasd meg rejtek csodáidat, távol minden halandó szemétől. Thank you.